Sok szeretettel köszöntök mindenkit, most hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Eddig szól a mai evangéliumi történet. Jól bemutatja számunkra azt, hogy bár nagyon sok olyan helyzet van, amikor a farizeusok támadják Jézust, és ellenséges módon viszonyulnak hozzá, törbe akarják csalni, különböző provokáló kérdéseket tesznek föl neki, és emiatt Jézus és a farizeusok között van egy ilyen ellentét is, viszont az derül ki a mai történetből, hogy Jézus ennek ellenére nem kategorizálta be az embereket, mindig az adott személyt nézte, és nem pedig azt, hogy milyen csoportba tartozik. Nem volt előítéletes Jézus. És ezért, amikor egy farizeus meghívta őt egy étkezésre, akkor Jézus szívesen elment. Jézusnak nem volt probléma az, hogy asztalközösséget vállaljon egy farizeussal, hiszen ebben is lehetőséget látott arra, hogy találkozni tudjon vele, megismerje, és hogy tanítani tudja őt. És el is érkezik a pillanat a vacsora közben, amikor a farizeus fölszólal, hiszen Jézust számon kéri azért, hogy miért nem mosott kezet étkezés előtt, megütközött rajta. Vagyis bár volt benne egyfajta vágy, hogy megismerje Jézust, de mégis a korábbi tapasztalatai, vallási tapasztalatai, azok ott voltak az ő szívében. A törvény iránti tisztelet, amely nagyon sokszor túlzó módon nyilvánult meg az ő életükben. És amikor látja ezt, akkor szól is Jézusnak, viszont Jézus nagyon egyértelműen kimondja számára az igazságot, hogy a törvénynek a felszínes ismerete és tudása az nem elég. Isten nem azért adta ezeket a törvényeket és parancsokat, hogy mi szó szerint pontról pontra betartsuk őket, hanem mindig a törvénynek a magvát, a lényegét kell figyelnünk, és ezeket próbálnunk, megélnünk és megvalósítanunk az életünkbe. Nem az a probléma, hogyha valaki nem tartja be a törvényeket, hiszen egyikünk sem tökéletes, egyikünk sem tudja teljes mértékben betartani őket. A törvény kapcsán mindig arra kell törekednünk, hogy azoknak a lényegét megértsük, és megpróbáljuk megvalósítani az életünkben, viszont hogyha azt tapasztaljuk, hogy hibáztunk, valamelyik törvényét Istennek megszegtük, akkor mindig ott van a lehetőség számunkra, hogy egyrészt beismerjük Istennek a hibánkat, másrészt pedig odaálljunk elé és bocsánatot kérjünk tőle a kiengesztelődésben, a szentgyónásban, mindig megtapasztalhatjuk Istennek az irgalmát és Istennek a megbocsájtását.